Szabó Kész Ildikó vagyok, a Közösségek Háza kiskézműves műhelyének a vezetője. Ma egy nagyon érdekes technikát szeretnénk nektek bemutatni. Az unokám lesz a segítségem, Haui Hunor. Együtt elkészítjük részletről részletre, otthon nagyon könnyen elkészíthetitek, és minden eszköz teljesen elérhető, gyűjtögessétek, kezdhetjük a munkát, jó? Először is kell hozzá egy póló, fehér póló. Ez most a Hunor pólója. Ezt a pólót elkezdjük kötözgetni. Fogd meg, légy szíves az ujját, Hunor, így. És most először én tekerem, elkezdem ezzel a fonallal körbe tekerni. Jó szorosan, mert ezt elmondom nektek, hogy ez a batikolás, ez egy ősi technika, amit még ma is nagyon-nagyon szívesen használnak. Az a lényege, hogy most a kötözött batikot fogjuk bemutatni nektek, hogy elkötözzük fonallal, zsineggel, spárgával, gumival, bármivel, elkötözzük az anyagot, amit beszeretnénk batikolni, festeni, és ott, ahol elkötöztük, oda nem megy alá a festék, a ruhafesték, amivel festeni fogjuk, és ezért, illetve egy picit alászívál, mert hol szeretnéd még elfogni, Hunor? Igazi, ahogy szeretnéd, így fogd össze valahogy, vagy legyezőszerűen is foghatod, és akkor én tekerjem, vagy megpróbálod? Tekerjem? Jó. Tekerjük. Tehát ahová alá szivárog azért egy nagyon picit a festék, nagyon-nagyon érdekes minta fog kijönni belőle, és egyedi lesz, megismételhetetlen és csodálatos. Elrontani nem lehet, varázsolni fogunk. Jó szorosra kössétek, na hol kössük még el, Hunor? Minél érdekesebb legyen, ott is jó. Na akkor, tekerintem, ahogy jó szorosan, és utána következik a festébe, a romártás, jó lesz így? Jó, na így, itt is jól elszorítjuk. Na, hol kössük még el? Itt is. Milyen színeket is választottál, Hunor? Két színt. Hol kössük el? Szerintem még tudsz valami variációt? Esetleg még itt középen? Hm? Menjen még, lehet? Elég? Elég? Fessük? Igen. Na, akkor a következő. Helyezd bele, légy szíves, ezt a... Úgy, hogy beleférjen, hajtogasd minden felével. Tűrd be, úgy. Nagyon jó. Úgy. Jó. És akkor ezt egy kicsit meleg vízzel átnedvesítjük. Öntöm én, jó? Mert kicsit meleg a víz. Átnedvesítjük, mert utána jön rá a festék, a ruhafesték, hogy könnyebben föl tudja szívni a festéket. Na, ennyi elég is lesz. És most pedig ahhoz, hogy ne tenjük össze a kezünket, gumikesztyűt húzunk, mert no. Azt azért megmutatnám nektek, hogy nagyon olcsón lehet ruhafestéket beszerezni, és semmi más nem kell hozzá, hogy csak a pólók, meg a ruhafesték, és még majd mondom, hogy az ecet, öblítő egyebek. Én előre bekevertem ezekbe a kis hajfestékes flakonokba a ruhafestéket, most mindjárt majd megmutatom nektek, hogy hogy kevertem be ezeket is, hogyha anya hajat fest, akkor tegyétek el, mert használható ez a kis flakon. Megmutatom nektek most gyorsan, mielőtt festenénk, hogy mi kell bele. Egy kis sót tettem, ilyen tejfölös dobozba, azt is gondolom otthon fogyasztotok, sót tettem bele, kibontottam a ruhafestéket, amilyen színűt szeretnék én festeni. Tudod, önts bele, légy szíves, ezt a ruhafestéket, önts bele a tasak tartalmát a pohárba, úgy, jó, erre nincs szükség. És meleg vízzel felöntöm, fogd meg a poharat, légy szíves, felöntöm, és te meg elkevered. Úgy, keverd el, légy szíves, a
festéket. Jó. Ha elkevertétek, akkor biztos, hogy van otthon anyának egy olyan tölcsér, amit már nem használ semmire. Megfogjuk ezt a tölcsért, helyezd bele, légy szíves, és én beleöntöm. Figyeld oldal, tartsd a tölcsért is, légy szíves, és szóljál nekem, hogy ha már elég, nehogy túl töltsem, és szépen beleöntöm ezt a festéket, még egy kicsit keverek rajta. Úgy. Mehet még bele? Igen. Mehet. Jó. Na, még mehet egy picit? Nagyon figyelj. Jó lesz, kérem szépen a tölcsért vedd ki. Úgy ide belehelyezed, kupakot rátekered, úgyhogy fogod a flakon. Na, és itt történik a bekeverése. Biztonságos, ruhátokra nem megy, ez volt a sárgánk. Célszerű mindig alátenni a színt, hogy tudjátok, mert nem mindig látszik. Na, akkor kezdhetjük. Melyiket tennéd először rá? Fűzöldet, vagy a... Fűzöldet kezded. Na, akkor szépen spricceld oda rá, ahogy szeretni, az a... Úgy, a festéket már szívja is be. Na, a szer... most akkor kicsit leteszed a flakont, és fogod a fedide rá, tudod a színére, hogy ne keverd össze, és mehet oda, ahol nem nincs zöld, oda légy szíves, ebből a kékből. Ahol nincs zöld, úgy spricceljél. Hát elég jó sötét kék lesz. Jó, ha szeretnéd, hogy több legyen a zöld, akkor a zöldből tehetsz még nyugodtan. Jó. És akkor most az következik, egyik oldalát már jól átáztattuk a festékkel, most meg kell fordítani, megfogod így a kesztyűvel, és átfordítod, hogy az alsó része fölfelé kell. Az a nagyszerű, mint hogyha minden nap ezt csinálnál. Ügyes vagy, és folytathatod a másik oldallal is. Úgy. És tetszés szerint, ahogy szeretnétek. Lehet sugárszerűen, lehet körkörösen, hullámvonalasan. Nagyon nagy élvezet csinálni, nagyon nagy élvezet ezzel foglalatoskodni, meg főleg azért, mert ugye nem tudjuk, hogy milyen lesz a végeredmény, és nagyon fogunk örülni neki. Elég lesz? Szerinted? Igen. Következő, a legutolsó előtti fázis, beteszük a mikrohullámú sütőbe 2x2 percre, és utána történik a fixálása. Fogd meg, légy szíves, kinyitom a mikrót, beérzünk. Úgy, elindíthatod arra, teker, légy szíves. Úgy, és már is, ez itt szépen készül nekünk. Addig megmutatnánk nektek még egy kötözéses technikát. Ez az én pólom lesz. Ehhez szükségünk van egy villára. A hunor már tudja is, a közepébe levetjük a villát, és elkezdjük, te mindjárt fogjuk, elkezdjük csavarni, nézzétek csak milyen szépen, mint a napkoron napsugárszerűen. Csavar, 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 fölcsavarjuk. Csodálatos kereket kapom belőle, úgy kihúzhatod a villát, és most összegumizzuk, itt vannak a gumikunor, azt is előkészítettük már, és én tartom, te légy szíves, gumizzál. Ez nagyon szép, körkörös, sugárszerű, tényleg olyan lesz, mint egy napkorong, szépen körbe, lerögzítitek, arról is megmondom, hogy nagyon jó. Próbálj nagyobb gumikat venni, hogyha nagyobb pólónk van, akkor nagyobb gumikkal könnyen dolgozni. Na, mi ide is tegyünk egyet. Utána jól meglapogatod. Én még közben egy kicsit alá kapcsolom. Még ide is tegyünk egyet. Tartom. Szabály, alul megfogom, úgy. Nagyszerű. Na nézzük csak, jól leszorított a hunor? Szerintem igen. Nyomogass meg egy kicsit, légy szíves. Úgy, nyomogass le. Na hunor, mit kell most csinálni vele? Emlékszel rá? Fele kell tenni egy fagyis dobozba. Igen, és? Utána
Meleg vízzel leöntem. Igen, ügyes vagy? Na, akkor öntöm. Jó, öntöm én, mert nehogy le... Azért nem árt a szülői segítség a kisebb gyerekeknél. Úgy átnedvesítettük, és jöhet a festés. Én ehhez piros, sárga, narancssárga színeket készítettem a napszíneihez. Unor, megfestenéd nekem? Igen. Jó, akkor légy szíves, fest meg. Melyik szín ez a legelső? Milyen ez a sárga? Citrom. Citromsárga. Még tegyél nekem citrom. Tehetek én is, tudod, így csináljuk ketten, jó? Jó. Én teszek egy kis citromot. Várj, csak a másik oldaladra jövök, hogy ne nyúljuk át. Én. Ó, nagyon szép lesz. Ide még kérek szépen egy kis sötétebbet, narancssárgát is. Igazi napos. Ide is még tegyünk ebből a kis pirosból is. Ó, nagyon jó. Jó. És akkor meg is fordítanád, megfordítanád nekem a másik oldalára? Légy szíves, fordítsd meg. Ó, nagyon jól megy. Átfordítjuk, és most ezt az oldalát is. Az nagyon jó, hogy ilyen körkörösen csinálod, körbe-körbe. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Akkor először te készítsd, és én utána még egyszer rámegyek. Közben, mert készül már a te pólód, azt mindjárt fixálhatod is le ecetes vízbe. A fixálás az az, hogy a színét tartsa meg, ne engedje ki a színét, amilyenre befestettük. Lefixáljuk. Na, még egy kicsit gyólítassál nekünk. Ez gyönyörű lesz. Na, mit szólsz hozzá? Mindenhol beszivárgol? Igen. Mi lessünk be? Lessünk csak be? Oda nézz, lát. Akkor kivesszük a mikróból, én fogom meg, mert ez forró nagyon, nagyon forró. Jó, kérlek, ezt megfogom. És a Villa segítségével, akkor meg szeretnélek kérni még, hogy hú, de ügyes vagy, elindítottad, öntsél ide be, légy szíves, lökincs ecetet. Na ez lesz a fixáló víz, gyerekek, úgy még egy kicsi mehet vele. Jó, nyomd rá a kupakot, légy szíves, nem szívjuk be, tudod az ecetet, mert az mérgező anyag. Úgyni, és nagyon kíváncsi vagyok a pólódra. Azért veszem most én ki, mert ez most forró, de gyerekek, ti várhattok vele, hogy hűljön egy kicsit a tálba. Belehelyezem. A villával nyomkodj el, légy szíves. Jó, nyomkodj egy kicsit a villával. Jó, amíg hagyod egy picit állni, addig kérlek ebbe a vízbe, önts be ezt az öblítőt. Jó? Ezt az öblítőt. És azt is keverd el a villával, hogy finom illatos legyen a pólónk, vigye el az ecetnek a szúrós szagát. Keverd el. Úgy. Közben ezt elindítom. Jó, elég is lesz. Na, Hunor, próbálj meg hozzányúlni, hogy... ezt már simán. Nyomkod meg egy kicsit óvatosan. Úgy, és akkor utána csavarjuk ki. Csavarjuk, csavar. Nyomkod még fel egy kicsit, csavar ki. És szerinted mi lesz a következő fázis? Azt, hogy betesszük az öblítőbe. Hát, de ezt már kibontva kellene. Hogy tudjuk kibontani, szerinted? Hát, kikötözzük. Kikötözzük, levágjuk jól róla, jó? Én egy helyen megvágom, és te meg letekered róla. Igen. Jó? Tekerd el róla, én belevágok, tekerheted azt már is. És a varázslatunk mindjárt látható lesz. Tekert, húzhatod, tekerheted, nagyon jó. Ezt a kicsit elveszem, mert erre nem lesz szükség. Jó. Utasd meg egyszer, emeld egy kicsit fölfixálás előtt, hogy milyen. Hol a teteje? Ó, itt még van már, én ezt lehúzom. Hol van a nyaka? Úgy fog meg a nyakánál. Hunor.
gyönyörű lett, ha nézzem. Nagyon szép lett. Ó, de gyere, öblítőzzük be. Nyomkodj be az öblítőbe. Húj, kicsavarod. Kicsavarjuk. Jó, és már is mehet a szállítás, mert még egyet csavarok rajta, neked segítek. Na, lássuk csak. Na, most megmutatom így neked. Szerintem gyönyörű lett. Tetszik? Igen, ez nagyon szép. Nagyon szép, jó van. Nagyon örülök neki. Na, félre tesszük, és nézzük meg az én bólom, hogy sikerült. A nap gyönyörű színeire kíváncsi vagyok. Látod, hogy látjátok, hogy gőzölök, hogy mennyire forró, rásült, rá égett a szín, villába megnyomkodhatod. Nagyon kíváncsi vagyok az én pólómra is, hogy milyen lesz. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. De a tiédét látva, biztos vagyok benne. Megfordítom neked, úgy. Most már belenyúlhatsz, mert hűtött el hideg víz, a hideg ecetes víz. Így a gumit le is szedheted itt róla, leszedhetjük. Arra vigyázzatok, hogy ne spricceljen a szemetekbe, jó? Mert ecetes víz, óvatosan vegyétek le. És ha véletlenül megtörténne, hogy az ecetes víz, akkor rögtön tudjátok, el kell menni, és tiszta vízzel megmosni az arcotokat, szemeteket mosni. Na, egy kicsit nyomkod be, kicsavarjuk, és annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen lett. Még egy kicsit nyomkod nekem vele, jó, hogy jól fog, jól maradjanak rajta ezek a gyönyörű színek. Ezek a gyönyörű napszínek. Segítek kicsavarni, és az öblítőbe tehetek, jó? Na, lássuk. Parancsolj, teheted át az öblítőbe. Kíváncsi vagy? Igen. Én nagyon. Én is. Szerintem a gyerekek is kíváncsiak nagyon. Ó, oda néz is, még egy nap mosolyogott. Igen, ez nagyon szép. Szép talán? Hát szerintem. Igen, ilyen, így ilyen olyanok itt benne a csíkok, mint a napnak a sugaraja. Igen, és csak ide néz, és igen. Itt is ahogy. Hát ez gyönyörű lehet. Hát ennek nagyon örülök. Köszönöm igen a segítséget, mondom, ezt is leteszem, száradni. Igen. És gyerekek, még egy utolsó technikára maradt idő. Ahhoz viszont fekete pólóra van szükségetek. A lényeg még az, amit szeretnék elmondani nektek, hogy pamutos legyen a póló, mert ha műszálas, azt ledobja a festék, illetve nem fogja meg szépen, nem jön neki gyönyörűen élékelni a színek. Hunor, tekert föl, légy szíves ezt is. Hát ez már meg profi módon. Úgy. És ezt most nem fogjuk összegumizni, gyerekek. Húzd ki, légy szíves. Ezt így, ahogy van, behelyezzük ebbe a fagyistába. Igen. És most egy kicsit veszélyes anyaggal fogunk dolgozni, ebben hipó van. Hipóval fogjuk kimaratni, ez is gyönyörűségesen szép lesz. Itt csak a maratás a lényeg, és utána ki kell mosuk, nagyon-nagyon jó a hipó belőle. Megmutatom neked, Hunor. Jó? Észre fogjuk venni, egy pár percet kell várni, én szeretném ilyen kis sugárszerűen spriccelni a hipót rá, picit kell várni, és akkor megmarja a hipó. Kimarja, reméljük, hogy ez a póló olyan jó minőségű, olyan nagy százalékban pamutos, hogy jól kimarja a hipó. Némelyik pólót egészen bordósra, meg rozsdabarnára marja, van amit meg ilyen szürkésre. Úgy látom, hogy ez majd ilyen szürkésre fogja. A másik oldalánál már adom, hogy légy szíves, te hipózz le. Én fordítom meg, jó, Hunor? Ezt megfordítom, én vigyázok nagyon, mert nagyon kell vigyázni, mert ez tömény hipó. Így. Na és akkor most kérlek, teljesen eltartva magadtól. Csurgasd rá a hipót, ahogy szeretnéd. Jó.
És akkor ezzel az a tendőm, hogy ezt félretesszük és állni hagyjuk, hadd dolgozzon ez a hipó, hadd marja ki. És ha kimarta már elég jól, akkor elvisszük, és folyóvíznél, a csapnál folyóvízben jól ki kell mosni a hipót belőle, és utána az öblítőzés. Ha elkészül, akkor meg fogjuk ezt is mutatni nektek. Jó? Szeretnék még annyit mondani, hogy szeptemberben nagyon sok szeretettel várom, aki szeretne különböző technikákat megismerni, meg ehhez hasonló tevékenységeket készíteni, azt várom szeretettel szeptemberben a kiskézbe szakkörre, ami egyben családi szakkör és szülőkkel együtt is nagyon szívesen várom el. Thank you.